Köszöntöm Önöket, az Egészségmentén című magazin műsorunkat látják. Mai adásunk témája a logopédiai problémák és a szakemberek feladatai. Vendégem Makra Edit logopédus, köszöntöm a stúdióban. Köszönöm én is a meghívást. Először is ugye le kell fektetnünk azt a tényt, hogy a logopédiai problémák nem tekinthetők betegségnek, akkor hogyan kell ezt meghatározni? A logopédia nem betegség, az egy velünk született vagy szerzett logopédiai probléma, ami kihat az élő beszéd és az olvasott írott beszédre is. Konkrétan milyen logopédiai problémák vannak? A logopédiai problémák indulnak onnan, hogy nem indul be a beszéd. A beszéd megkésésével a beszédhangok tisztulásának a folyamata is kitolódik. Ezen kívül rakódhatnak rá különböző beszédtempósbeli problémák, például hadarás, ez kihathat például dadogásként, és lehet dadogás is a következménye, hogyha valakinek túl sokáig állhat fönn egy beszéd probléma, tehát másodlagos tünetként mindenféle magatartásbeli problémák is jelentkezhetnek. Normál esetben egy csecsemő, egy kisgyermek mennyi idős korától kezd el gagyogni vagy beszélni? Amikor megszületünk, hangot adunk ki. A kisgyermek is kiadja a hangot, és körülbelül egy hónapos koráig ugyanabban a hangnemben sír, és egy hónap után kezdi a hangját differenciálni, jelzi, hogy éhes, hogy fájdalma van, hogy unatkozik, és egy hónapos differenciálás után elindul a gagyogás, és kb. 6-8 hetes korban kezd ez a gagyogás folyamatosan fejlődni, bővülni, ez befolyásolja a környezetének a visszajelzése, és ez a gagyogás szépen folyamatosan ez a gőgicsélés folyamatosan átmegy gagyogásba, ami nagyon eltérő, körülbelül 6-7-8 hónapos korban indul el a babáknál. Egy anyuka hogyan tudja erre inspirálni a babáját, hogyan fejleszti a beszédközpontot? Minél többet beszél hozzá, minél többet szeretgeti, babusgatja, ringatja, szemkontaktust vesz fel vele, tehát folytatja azt, ami a méhen belül volt, méhen kívül is. Biztonságérzetet ad neki. És mikor kell már problémára gyanakodni? Problémára akkor kell gyanakodni, hogyha kislányoknál mondjuk 2 éves kor környékén, kisfiúknál 2,5 éves korban egyáltalán nem indul be a beszéd. Már 1 éves kor tájékán szavakat kell mondania, 1-2 szót össze kell kapcsolnia, 1,5 éves korban pedig már értenie kell a környezete beszédeit, instrukciókra kell neki különböző cselekvéseket végrehajtani. Hogyha ezek a szakaszok kimaradnak egy kisbaba életében, egy kis gyerek életében, és bekerül egy kortárs közösségbe, ahol jelentős elmaradás mutat viselkedésben, kommunikációban, akkor mindenképpen szakemberhez kell fordulni. Mik okozhatják ezeket a problémákat? Ezeket a problémákat okozhatják szülés alatti ártalmak, szülés közbeni ártalmak, előidézhetik az újszülött korban felmerülő problémák, vagy a csecsemőkorban jelentkező nehézségek is. Szülés terhesség alatti ártalomként nagyon fontos az, hogyha egy nem kezelt cukorbetegségről van szó, vagy egy magas vérnyomásról, vagy esetleg alkoholt fogyaszt az anyuka, dohányzik, különböző stressz helyzetnek van kitéve, ez mind-mind befolyásolják a baba fejlődését, amely a későbbiekben kihathat az ő beszéd fejlődésére is. Szülés közben nagyon fontos rizikó tényezőt jelenthet az, amikor nyakra tekeredik a köldökzsinór, oxigénhiányos állapot lép fel, egy farfekvésre szülésből indul a szülés, egy indított szülés van, egy rohamos szülés, egy elhúzódó szülés áll fent, vagy egy vákum szülésnél egy koponya deformitás állhat be. Újszülötteknél pedig nagyon oda kell figyelni,
hogy az inkubátorban megfelelő ellátást kapjon, a sárgaságra, az elkékülésre, a csecsemőkorban pedig nagyon-nagyon fontos a családi környezet, az élőbeszéd használata. Itt megemlíteném a táplálkozást is. Manapság már előfordul, hogy a szopást nem igazán veszik komolyan, nem szopik eleget a gyerek, nem szopik elég ideig, keveset rág, nem mozog eleget. A nagy mozgások összerendezetlenségéből lesz egy finom motorikus rendezetlenség is. Felgyorsul a környezetbeszéd tempója, ezáltal a beszéd észlelése nem megfelelően működik, a családi kommunikáció leegyszerűsödik, sokat néz tévét, játszik a számítógépen, ez mind-mind-mind befolyásolja egy kisgyermeknek a beszéd fejlődését. Vannak esetleg ezekre a problémákra szűrővizsgálatok, amiket egy logopédus végez? Minden életkorban megvan a maga szűrőeljárás, hogyha egy kisgyerek bekerül egy bölcsödei közösségbe, vagy csak egy általános védőnői ellátáson vesz részt, és ott egy beszélgetésből kiderül, hogy keveset beszél a gyermek, nem beszél a gyermek, akkor van lehetőség nem beszélő gyerekeknél nonverbális tesztfelvételére, ahol felmérik az ő beszédállapotát, felmérik az ő szókincsét, passzív szókincsét, felmérik azt, hogy hall-e, ért-e. Óvodában már széles körűbb szűrőeljárások történnek. Itt a megkésett beszédfejlődés felmérésére is lehetőség van, az artikulációs bázis felmérésére, az artikulációs bázis felmérésén kívül a beszédészlelés, beszédmegértés felmérésére, az aktív-passzív szókincs felmérésére, a grammatikai készség, a nyelvi szint felmérésére. És akkor ezt lehet fokozni az életkorral, az iskoláskori szűrésekkel is. Ha például az óvodásoknál maradunk, ennél a korcsoportnál, náluk mik a leggyakoribb beszédhibák, és azok hogyan kezelendők? A leggyakoribb a késői beszédindulás, tehát a megkésett beszédfejlődés, aztán nagyon-nagyon jellemző az elhúzódó makacs pöszesség, és aztán a mostani időkben a fogszabályzás előtérbe kerülésével a nyelvlökéses nyelés. Mit jelent ez pontosan, ha ki lehetne egy kicsit konkrétabban fejteni? A nyelvlökéses nyelés az egy olyan nyelési rendellenesség, amikor a szájtéren belül a nyelv különböző izommunkát végez, és az eltérő izomerő hatására a foghoz nyomódik a nyelv, és a fogív, illetve a fogsor a különböző nyomásnak kitéve deformálódik. És akkor rátérve most már a terápiáról, hogy egy logopédiai terápia vagy az órák mennyi időt vesznek igénybe, vagy ez mindenképp egyénfüggő-e, mennyi az az idő, ami alatt eredmény lehet elérni? Amikor egy szülő vagy szakember, egy óvónő, pedagógus küldi a gyermeket, akkor mindig egy átfogó vizsgálaton vesznek részt a gyerekek. Ez kihat a problémára, ez kiterjed a problémára, és amikor fölállítunk egy diagnózist, akkor javaslatot teszünk. Ezt befolyásolja a probléma mélysége, és mindenképpen egyéni terápiát szoktunk javasolni, ez egyénfüggő. Nem mondhatjuk ki azt, hogy egy-egy hangot ki tudunk tisztítani fél év alatt, egy év alatt, mert ez nagyon sok minden befolyásolja. A motiváltság, a gyakorlásoknak az intenzitása, az otthoni munka, a szülői támogatás. És ha jól tudom, erre vannak állami támogatások is, ez kiknek jár, milyen esetben alkalmazható? A logopédiai ellátás, a logopédiai munkaközösségek, valamint a pedagógiai szakszolgálatok alapellátásában biztosítottak. Ezek államilag támogatott intézményi kereteken belül biztosítottak. Azt meg kell jelezni, hogy nagyon-nagyon magas a
várólisták száma, tehát annyira megnövekedett az ellátottak száma, hogy sajnos várni kell. És a terápiában mennyiben tud segíteni az anyuka, esetleg gyakorlás otthon, apuka, pedagógus, a logopédus, ez egy közös munka eredménye? Igen, ez egy team munka. Mindenképpen szükség van a szülő támogatására. A logopédia egyszer, heti kétszer, heti háromszor történik szakember irányításával, és a kiadott házi feladaton keresztül tudnak napi szinten, ha a legkevesebb idő, napi 5-10 perces gyakorlással segíteni a gyerekeknek. Ez mindenképpen egy ilyen közös munkát igényel, ahol az anya-gyerek kapcsolatra is nagyon oda kell figyelni. Mi mindig segítjük, és valahogy tereljük, hogyha a szülő jelzi, hogy nem megy a munka, akkor csökkentjük az otthon elvégzendő munkát, de hogyha nagyon jól együtt tud működni a kisgyermek a szülővel, akkor mindenképpen támogatjuk a napi rendszeres munkát. Akkor kicsit még visszatérve a szűrővizsgálatokra, mikor kell elkezdeni ezt egy gyermeknél? Törvényileg szabályozva 5 éves kortól kötelező felmérni a kisgyermekek beszéd állapotát, és törvényileg a 3 évesek szűrése is folyamatban van. Ez is törvényileg szabályozva lesz, hogy minél előbb megkezdődjön a preventív munka és a beszéd állapot felmérésével a logopédiai ellátás a kisgyermekeknél. Van esetleg olyan oldala a dolognak, hogy pszichológiai problémára kell gondolni egy logopédiai problémából kifolyólag? Igen, van. Vannak komplex esetek is, akik komplex ellátást igényelnek. A nevelési tanácsadókban, pedagógiai szakszolgálatoknál vannak erre lehetőség, hogy a szülő vagy intézmény által küldött gyerekeket a pszichológiai első interjú alkalmával kiszűrik, hogy az adott probléma pszichológiai-e vagy pedagógiai. Ennek keretében van megszervezve az ellátás. Nagy-nagy segítség most már az óvodákban az óvodapszichológusok megjelenése is, és egy-egy problémánál az óvónők bátran forduljanak az óvodapszichológus segítségére. Tehát van lehetőség komplex ellátásra pszichológus-logopédus segítségére. És egy gyermek esetében például mik a leggyakoribb ilyen pszichológiai okok? Az elhúzódás, szorongás, vagy magatartásban megjelenő tünetek, agresszív, nem tud beilleszkedni a csoport működésébe, esetleg valamilyen fiziológiai tünetként bepisilés probléma jelentkezik, evési nehézség, társulhat ezekhez a jelenségekhez, amikor szükség van szakember segítségére, és ezt a logopédia már nem tudja biztosítani. És akkor egy édesanya, hogyha tapasztalja ezeket a gyermekén, akkor hová forduljon először segítségért? Az óvodában, ha van óvodapszichológus, az óvodapszichológussal felveheti a kapcsolatot, önként jelentkezőként pedagógiai szakszolgálatoknál jelentkezhet pszichológiai interjúra, ahol megbeszélheti a problémáit. Köszönöm szépen, ennyi fért mai műsorunkban. Örülök, hogy eljött és megosztotta velünk ezeket az információkat. Köszönöm én is. Jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva újabb témával várom Önöket, addig is vigyázzanak egészségükre, viszontlátásra!